A kisteleki tündérkertben is sor került augusztus 20. alkalmából a kenyérszentelésre. Erről készült felvételeinket tekinthetik meg. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Elsősorban köszöntöm közöttünk polgármesterünket, Nagy Sándort és Zoltán atyát. És örülök, hogy újra itt együtt vagyunk, és milyen gyorsan eltelt ez az egy év. És csak néhány gondolatot szoktam mondani, még azt is lehet, hogy elcsukló hangon, de most úgy gondoltam, hogy egy kicsit kibővítem a gondolataimat, mert ez a kenyér történetem ez kezd kitágulni. És nagy öröm, hogy bár most szűk körbe vagyunk, de mindig azok az emberek vannak itt, akinek éppen itt kell lenni. Azok, akik pedig ezután jönnek, azoknak is nagyon fogunk örülni. Úgyhogy 3 éve kezdődött ez az életembe, hogy mindössze csak annyit szerettem volna, hogy az én mindennapimat megsüssem, és 1 évet áldoztam arra, ami nem is áldozás volt, hanem egy öröm, hogy megtanultam ezt, amit úgy érzek, hogy úgy megtanultam, hogy akár másoknak is átadjam. És ami a legfontosabb ebből, sokszor kérdezik, hogy nem nehéz feladat, hisz ma 00-kor kezdtem ezt a napot, és 9 ilyen gyönyörűséges kenyérkét sütöttem ki, ami durván ilyen 20 kiló. Én hiszem azt, hogy ha valamit szeretettel készítünk, és ez akkora örömet ad, amennyi munkát mi beleteszünk, akkor sokkal felemelőbb lesz, és nem is a fáradtságról szól, hanem arról tulajdonképpen, hogy valamit létrehozunk. És ez a kenyértörténet azért is fontos az életemben, mert ez semmi másról nem szól, csak arról, hogy adjak egy szelet kenyeret, ami régi ízt, meg gondolatokat ébreszt más emberekbe, vagy épp a nagymamája jut eszibe, vagy egy délutáni zsíros kenyerezés a papával, vagy volt úgy, amikor egy 72 éves bácsinak csaltam kenyeret a szemében, mert ahogy megszegtem a kenyeret, úgy csak a felesége szegte meg, mert a bolti kenyerek nem úgy karcognak, mint a kemencébe sült. Én bízom benne, hogy ezen a gyönyörű délutánon nektek is valami szép kis emléket fogok előidézni, ahogy a kenyeret fogjátok kóstolni, mert hiszem azt, hogy ezekre a lassító délutánokra, ezekre a beszélgetésekre, ezekre az ízekre, ezekre az élményekre nagyon nagy szükség van. Szükség van az ilyen kis tündérkertekre, és hiszem azt, hogy hasonló rezgésű emberek megtalálják egymást, és tudnak beszélgetni olyan dolgokról, ami mellett lehet, hogy másképp elmennénk. Én szeretném most Nagy Sándornak átadni a szót, mert ő nagyon-nagyon szépen tud ezekről a dolgokról, meg a hagyományokról beszélni. Először is köszönöm szépen a meghívást, és én is abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egyrészt ez a történet a mi városunkban van, amire mi hagyd legyünk büszkék, és másodszorban nem az első alkalommal. Én talán azzal kezdeném, hogy hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy egy köszönetet mondani az olyan abszolút triviális dolog, nem is nagyon fontos, hiszen azt úgy is tudja az, akinek az jár. Hát azt ilyenkor ezt szokták mondani. Mégis azt mondom, nekem legalábbis nagyon-nagyon fontos, hogy most is, mint 1 vagy 2 évvel ezelőtt is, Marikának a szemben nézek, és azt mondom, köszönjük. Köszönjük szépen azt, hogy ez van, és köszönjük szépen, hogy van ahhoz energiája, hogy éppen 00-kor keljen. Az, hogy egyébként kisebb-nagyobb közösségek, akik itt megfordulnak, azok valamiféle olyat érezzenek, amiért ez egy jó dolog, amiért jó visszajönni, vagy talán egy kicsit másképp mennek itthon, innen itthonról, vagy innen. Én azt gondolom, az a környezet, ami itt fogad bennünket, ha egy nagyon városi ember néha lejön, az kettős. Mit akartok ezzel a sok régiséggel, ezt rég kidobtam volna. Vagy nagyon sok ember pedig, de jó kapaszkodni egy kicsit a múltamba, és föleleveníteni mindazt, amit egyébként már megtapasztalhattam, nagyapámnál, nagyanyámnál, vagy talán még a szüleimnél is. És picit azt a fajta stabilitást érezni, hogy igen, van múltunk, vannak gyökereink, és van egy hely, ahol azt egyébként olyan kedves környezetben még meg is találom. Az külön szép dolog, hogy nekünk augusztus 20-a, Szent István, védőszentünk, legnagyobb ünnepünk, az mindig valahol itt Marikánál kezdődik. Pár pont atya kérdezte tőlem, hogy látom augusztus 20-ára megy a készülődés. És mondtam neki talán, hogy most ugye héten döbbentem rá,
hogy nekünk tulajdonképpen ebbe az ünnepbe majdnem legszebb ez a készülődés. Az, hogy maga az ünnepen megesszük a jól elkészült pörköltet, vagy éppen ott vagyunk az ünnepi szentmisén, vagy szép beszédet akar mondani a polgármester, és valami díjakat is ad, persze az is szép dolog. De az, hogy egyébként sok ember készül a maga módján, egy Marika, egy másik, vagy a közmunkások éppen gerebjéz, az az igazi érték talán, mert valami olyat akar, amit egyébként másoknak által örömet akarok szerezni. És szerintem Marikának is ez a legszebb visszacsatolás, hogy akik hozzá eljönnek, azok úgy jönnek ide, szeretnek ide jönni, úgy mennek el innen, hogy talán megköszönik, hogy itt lehettünk, jó érezték magukat. És lám, milyen egyszerű az élet. Nem biztos, hogy pénzbe jelenik ez meg, hanem egyszerűen abban a szép érzésben, hogy az a fajta környezet, az a fajta kis csapat, aki itt összejön, az igenis szeretettel fordul egymásra, és valóban ünnepként éli meg, ha szépen fölöltözve, ha dolgosan, azt a napot, amire egyébként oly sokat készültünk. Úgyhogy nekünk elindul végül is ez a Szent István napi ünnepségsorozat, most is általad, és még egyszer én azt kérem tőled, hogy tartsa meg a jó Isten ezt a szokásodat, legyen ehhez ilyen 0-0 órás fölkeléshez energiád, és mi meg, akik egyébként kapaszkodni szeretnénk a múltba, a múltbéli szép kenyérbe is, azok pedig tanulhassunk általad. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy tetted, és itt lehetünk. Köszönöm szépen. Most mielőtt az imádságot elkezdem, én csak egy pár szót, hogy ahol vagyunk most itt, az két dologban kedves így a jó Istennek, hiszen halljuk a Szentírásban, hogy először, amikor ő teremt valamit, kertet teremt, és hát meg is értjük, hogy itt vagyunk, hogy miért teremtett kertet, mert egy kertben jó lenni, egy kert az ráhangol bennünket, olyan rezgésszámra visz bennünket, amely megnyit bennünket a természet fölöttire, ez tehát nagyon fontos. Másik meg, amit a jó Isten szeret, az a kenyér, mint tudjuk, kenyérrel táplálja az ő népét a szentmisében is, pont azért, mert azt akarja ezzel kifejezni, hogy ahogy a kenyér mindenkié, hogy a jó Isten is mindenkié, és mindenkinek ott áll a lehetősége, hogy belőle táplálkozzék, az ő erejéből merítsen. És hallgassunk meg erről a kenyérről először egy éneket, és utána pedig az ima következik. A kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életért. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtsed semmi adományát. A kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életért. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, te örömmel tekintesz ránk, amikor államalapításunkhoz kötődően összegyűltünk emlékezni és kenyeret megáldani. Te tudod, Istenünk, hogy ahhoz, hogy az államalapítás megtörténhetett, kellett két dolog. Először is az, hogy letelepedjen az ember és elkezdje művelni a földet, és az, hogy utána elkezdjen ott tápanyagot, kenyeret termelni. Te ott voltál már abban az időben is, Istenünk, amikor a magyarság ezt a fordulatot megtette, és ott vezetted Szent István királyunknak a szívét, aki fölismerte, hogy ez lesz a magyarságnak az útja, amely 1000 éven át fönn fog bennünket tartani. Hálát adunk neked ezért a királyunkért, és arra kérünk ezen az ünnepen, hogy tégy hűvé bennünket az ő örökségéhez. Add, hogy fontos legyen számunkra mindaz, ami neki fontos volt, és így abban az áldásban élhessünk tovább, amelyet ő szerzett népünknek. Erre, az ő nevére és a Szent Fiad nevére kérünk téged, Istenünk, hogy áld meg ezeket a kenyereket, amelyeket szorgalmasan elkészítettünk most ide, és áld meg azokat az embereket is, akik ezekből fogyasztanak,
hogy így méltó örökösei legyünk magyar őseinknek. Amen. A Balázsai falunapok keretein belül fellépett a Ha-te tudnád tánccsoport. Az ő produkciójukat tekinthetik meg. Thank you.
Nemrégiben rendezték meg a népzenei találkozót a Kistelki Klebersberg Művelődési Központban. A következőkben az ott fellépő Csólyos Pálosi Citera zenekar műsorát tekinthetik meg. Csólyos Pálosi hagyományértő kórus 24. éve énekel együtt. Jelenleg 15 tagot számláló, amatőr együttesben Kömpöci asszonyok is énekelnek. Céljuk, hogy őrizzék a régi hagyományokat, szokásokat. Előtte csak helyi rendezvényeken szerepeltek, majd egyre több meghívást kaptak a környező településekről is. Rendszeresen járnak néptalos
országos részét bronzfokozaton értek el. Képviselőtestület az ülési királynénye Citenezenekar és Csólyos Páros kultúrájáért díjat tüntette ki. A mai napra hozott műsorukat fogadják tőlük szeretettel. Thank you.
Szeptember 8-án tartották a Kipkop Gyerekház nyár búcsúztatóját. A búcsúzás pillanatait tekinthetik meg a következőkben. Hát megint eltelt egy év, és nem csak a nyártól búcsúzunk, hanem sok-sok családtól, akik számunkra nagyon-nagyon kedvesek. Hát először is köszönjük nektek, hogy a bizalmatokba fogadtatok, és eljöttetek hozzánk, és velünk töltöttetek sok-sok időt, és sok-sok élményt élhettünk át. Köszönjük, hogy megismerhettük ezeket a fantasztikus gyerkőceket, és hát kívánjuk, hogy minél gördülékenyebb legyen a beszokás az óvodába, meg a bölcsödébe,
használjátok jól a kipkoppos tudományokat, a sok verset, meg éneket, meg a sok rajzolást, ragasztást, és hát, hogy ne felejtsetek el bennünket, egy kis ajándékkal készültünk, és most ezt szeretnénk nektek átadni. Először Fanni drága! Lázi Fannit szeretnénk. A diplomádat. Igen. Az útra való. Hát fogad tőle meglepetés szeretet. Vigyázz rá szépen. Nagyon, jó? Kapunk egy kicsit, vagy a ható szigat. Csak tartja. Nagyon örülünk, hogy felismertetek. Szerencsére mi tőletek nem teljesen bőnket. Úgyhogy várunk benne, vissza benneteket. Kis tikében. Igen. Egy bálfi zsombort szeretnénk. Ha gyere, zsombi, kapsz egy kis meglepetést! Gyere, adunk neked egy útravalót! Boldog szülinapot! Zsombi, ez a tiéd, és ügyes legyél majd a zobodába, jó? Adhatok egy kis. És én is? Na, azt a miért! Hol vál, Blanka, drága? Gyere, Blanka! Bátran? Gyere, hama! Hát jó, nagyon örülünk, hogy megismertek. Én is kérek akkor már, hogy nagy puszihoztás. De azért... Gyere! Csak itt van egy kis ajándék. A jutalom is itt van. De azért, amíg nem mész Böcsivel, addig gyere hozzánk, jó? Zárójel! Szabó Nóra. Merre van? Itt bujkál. Gyere, Nóra, nézd csak hát, azt tőlünk egy kis ajándékot. Igen, nem kicsit volt kevésbé is fertőzve. De bízom bele. Gyertek a rendezvényünk, hogy találkozunk. Nézd, így van az, hogy jól van. Neked is, hogy található benne. Domonics Attilát szeretnénk. Ott van. Gyere, Attika, ide. Erre gyere, Szivi. Jó nagy hívbe közeledsz hozzánk! Aki nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk anyából, és fogad szeretettel ezt a kis anya, akkor is viszket, hogyha ő van neked egy puszit kapunk? Egy búcsú puszit. De most már adunk. Én is. Maria is kap? Én is szükség. Ja, köszi! Köszönjük szépen! Köszi, Anna! Köszönjük szépen! Itt voltatok! Zalán! Érünk egy Zalán! Hello, csupa mosoly! Hát nagyon örülünk, hogy megismertünk. És fogad sok szeretettel, pusztal, adj egy puszit. Kapunk? Hát nem, és nem biztos. És egy integetést azért? Akkor így dobjad ő. Anya, mondj, zavarva vagyok. Jó. Köszönjük, hogy eljöttetek. És hát ott van, gyertek el. Azért addig is, igen. Mira? Hol is van Mira? Akai Mira! Ő már elég régen elköszönt tőlünk, de itt ezen a pillanatot de azért a tudjuk. Hivatalos elköszönést is megejtjük, hát, igen. Mira, köszönjük szépen! Ez a figyel! Ez egy kis emlék, hogy még eszünk el, hogy vagy. Anna, Tóth Anna. Nem, Tóth Anna. Ő most egy kicsit valamerre van. Ott vannak. Ja. Ugye? Csak kérte, kapsz egy kis meglepetést. Hát fogadj, sok szívesen. Ez majd hivatalosan nézünk, majd mind aranyos vagy. Sejtetszik, hogy nem lesz erejünk. Mondjad! Hát, jó, itt szeretnél! Köszönjük! Mondtam ide! Nagyon szívesen! Hát, keresd meg, mert nehezem. Zsófi! Zsófi, gyere! Zsófi, gyere ide! Ügyes legyél az óvodába, jó? Ügyes van egy puszi. Én is szépen. Mind biztos!
Mutasd meg anyának, meg apának, hogy mit kaptál. Óvatosan, mert törékeny van benne. Egy ügyes nagy lányfaldinja, gyere! A fogatőri sok szeretettel, jó? Aztán ügyes vagy a sorodat, vagy a én is kapok egyet. Vigyázz, mert törékeny dolog van benne, ugyan oda anyának. Nagyon vigyázz. Kérünk szépen egy Mátét. Gyere, Máté! Ne ittasd tovább az egereket. Gyere, te is kapsz! Te is kapsz meg, Máté! Fogatőrű sok szeretettel. Nem menj el. Annyira el vagyok keseredve. Megyen meg, az, akkor anyának odaadjuk. Én is így érzem. Hát jól vegyeltek szeretettel. Máté, aztán megadod a módját neki. De amit... Nézd csak, ezt gondoltuk neked. Adhatok egy pusztit. Csak nagy. Én is kapok egy pár. Ez addig is. Amíg nem mentek, azért majd nézzetek el hozzám. Lívia! Gyere, Lívi! Gyere! Nyilna! Gyere, mert bár itt egy megye. Más Lívit nem ismerünk, úgyhogy rám gondoltunk. És csak odaadjuk addig tesónak, így együtt. Úgy jó lesz? Úgy látszik, Lévi nem akar búcsúzkodni, gyertek még hozzá. Nagyon örülünk, hogy velünk volt. Csak azért vigyázzál ennetől. És gyakran emlegetünk, mert nagyon szép órát kaptunk. Jaj, nagyon szép. Az összes buszunk anyának. Lévi még azt sem engedi. Dobunk egyet. És akkor Takó Maja. Merre lehet Takó Maja? Ja, jön már! Szóljatok, hogy jöttök! Kiszottam! Hát fogadj tőlünk sok szeretettel, kiasz, aztán ügyesen a bölcsibe. És nagyon-nagyon köszönjük nektek ezt a sok segítséget. Igen, ügyes dolgos kis nagyon jó, kisbetet. Nagyon jó apátok van, tartsátok meg! Köszönjük szépen Hajninak is ezt. Kapok egy puszit? Én még nagyon szépen köszönjük. Szerencse, hogy tőled nem kell búcsúzni. Teljesen, igen! Milyen jók ezek a grátiszok. És nem utolsó sorban ott van a Marcel. Marcelt szeretnénk, aki lelkesen dolgozik velünk nap, mint nap. Hát, nézd csak! Panaszold el anyának, hogy ott van valami, de nézd már, Marcel, adom nézd neked már, Marian, mit ad. Ezt képzeld, ezt neked készítem. Hogy ezt köszönöm, adsz Mariannak puszit érte? Gyere, add már érte a puszit. Adsz nekem puszit. Na jó, akkor itt fog meg, jó? Itt fogjad, jó? Átadom innen anyának. Jó, gyere, oda viszed mamának? Hol van mama? Itt vagyok. Itt van mama. Halló, baby. Itt van. Mit kaptál? Csakombora most. Juhú! Jó. Nem lehet a másik. A buszítom megköszönni, hogy itt lehetünk, tanulhatunk sok mindent, és hogy jól érezhetjük magunkat veletek. És nem kell, hogy itt voltak, de aranyosak vagytok. Az utolsó napot jártak vissza, minél többször, és meséljetek. Ígérem, a kollégiumban be fogok jönni sokszor. Hát, ha még itt vagyunk, addig mindenképpen. Köszönjük, hát, mi is köszönjük, hogy minket választottatok. Nagyon drágák vagytok. Köszönjük, de aranyosak vagytok. Happy egyszer szabad csatlakozni. Szereti a fényt és muskát is elfogadottak. Rendben. Jó, megpróbáljuk. Taglók kép is van, de szép! Köszönjük szépen! Hogy emlékezzetek rá! Hát is mindig, mindenképpen! Köszönjük szépen! Nagyon köszönjük! Nagyon kedves tőletek! Köszönjük szépen még egyszer mindenkinek! Köszönjük.